Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolákban, jelentette be a miniszterelnök. Május 10-én indul újra a jelenléti oktatás a középiskolában, jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában közölte, az operatív törzs döntött arról is, hogy az elmúlt évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek. A középiskolákat nem érintette váratlanul a döntés. A tavalyi tanévben erre már volt példa. Nagyon részletesen kidolgozott intézkedési terv szerint fognak az írásbeli érettségig zajlani. Egyéni beléptetési rendszer, mindenki meghatározott időpontban, 4 pontban jelennek meg a 4 vizsgabizottságiba beosztott tanulók, és a felügyelő tanárok számát megnöveltük, hogy semmiképpen ne érintkezzenek egymással. A napi munkamenetet azért egy icipicit megzavarja, hiszen ugye mi mindig az adott kormányrendeletnek megfelelően hozzuk meg a döntéseinket, szervezzük a munkánkat. Így ma nagyon sok kérdés felvetődött, amire nem tudunk válaszolni. Jövő héten indulnának az osztályozó vizsgák az előrehozott érettségik miatt. Tavaly törölték az előrehozott érettségiket, nem tudjuk, hogy az idén hogyan lesz. Én azt az utasítást adtam, hogy minden diák és tanár készüljön úgy, hogy vizsgálják. A tudást nem fog elvészni, legfeljebb majd jövőre tudnak leérettségizni az alsóbb évfolyamok is, de azért reméljük, hogy ha már készültek több mint egy tanéven keresztül az előrehozott érettségére, akkor tudnak vizsgázni. A kormányfő kifejtette, ez azért is fontos, mert az érettségi szerepet játszik az egyetemekre való bejutásban. A szokásos digitális felületeken mi ugye a Moodle keretrendszert, távoktatási keretrendszert használjuk a távoktatásban, a digitális munkarendben. A végzősöknek külön szerveren vannak az anyagaik, így ők napra készen minden végzősöket érintő információt ott meg tudnak kapni, de is természetesen az iskola Facebookos oldalán, honlapján ki lesz téve minden beosztás és minden információ. Azért, hogy fair legyen a tavaly és az idén érettségizők versenye, fontos, hogy összhang legyen a két vizsga között. Zavartanul lebonyolódott tavaly az érettségi. Aki tovább szeretett volna tanulni, tovább tudott tanulni, hiszen az ország minden érettségizője azonos feltételek szerint lett megméretve tavaly is. Nagyon jó ötletnek tartottam, hogy azok a tanulók, akik tavaly érettségiztek, az idén érintésmentesen kaptak lehetőséget javításra, ismétlő érettségi letételére. Intézményünkben senki nem ért ezzel a lehetőséggel, tehát a tavalyi évben érettségiző diákok az idén már nem kívántak a tavalyi eredményeken javítani, tehát úgy gondolom, hogy ez az eljárásrend is teljesen korrekt. A diákok azért szerettek volna egymással találkozni, de szerintük is elsődleges a biztonság.